Na sziasztok srácok, én Martin vagyok, és ebben a videóban be fogom mutatni a csapatomat. Mert ilyen még nem volt ebben a szezonban, igazából túl sok videó sem volt ebben a szezonban, de az utolsó videó alá írtátok, hogy például egy csapat bemutatós videó az jöhetne. Szóval megcsináltam, és ebből kiindulva nekem van még egy pár ötletem, hogy milyen videókat fogok csinálni. Ennek majd el fog jönni az ideje. Megpróbálom nem nagyon elhúzni most már tényleg. Hát igen, majd meglátjátok. Na de most akkor nézzünk is rá a csapatunkra. Kapus pozícióba egy Yashinon van. Láthatjátok, a statisztikai eléggé durvák. És ahhoz képest nem is lassú, tehát 79-es a speedje. A kapus statisztikákat, azokat itt láthatjátok jobb oldalon. 130-as diving, 131-es positioning, 125 reflex és 124 handling. Azért fejlesztettem Yashint, mert hát egyrészt tudtam haladni a kampányával, másrészt pedig Buffon ugye base 90-es kártya, és őt igazából rank up-hoz föl lehet használni, bár én szerintem gameplaybe Buffon jobb, tehát ellenem, amikor Buffon ellen játszok, akkor hát igazából sokkal jobban felidegesít, mint ha Yashin ellen játszani. Na mindegy, menjünk tovább. Maldini az egyik középső védőm. Ugye a 3-4-3-as Diamond felállásban játszok, de megmondom őszintén, nekem nem igazán jön már be, tehát azért egy kis újítás rám férne, de sajnos az rengeteg pénzbe kerülne nekem, és hát most nincsen konkrétan semennyi pénzem. Maldiniről igazából azt lehet tudni, hogy egy eléggé OP védő. A lényeg, hogy őt megéri fejleszteni. Másik védőm Thiago Silva. Ő is ugye egy base 90-es kampány player. Őt is inkább majd tartogatni kéne rank up-hoz, de ahhoz attól még messze vagyok. Igazából ikonokat várok, azokkal tudnék egy kicsit haladni. Viszont tehát ugye ahhoz pénz is kell, de hát minden esetre várom őket, ugye még majd lesz egy Nesta ikonba, meg azt hiszem egy francia ikon is lesz, de majd ez is kiderül, hogy miket tartogat még az IE, hogyha SBC-hez lesznek kötve, akkor nem igazán lesz lehetőség kiváltani szerintem, de majd meglátjuk. A harmadik védőm Cannavaro, most nem tudom igazából. Cannavaro az elméletileg rossz. Tehát nem véd sokat, és az a helyzet, hogy ezt meg tudom erősíteni, mert én is játszottam Cannavaro ellen, és eléggé könnyű mellette elvinni a labdát. Nyilván van, hogy szerelő is, de sajnos tényleg könnyű elvinni a labdát mellette. Viszont a fejelése az kiemelkedően nagyon jó. A legtöbb szögletnél Cannavaroval szerzem a gólt, szóval látszik is egyébként, hogy 115-ös a fejelése, ebben nagyon jó Cannavaro. Térjünk át a CDM pozícióra, hát itt egyértelműen Petit van. CDM-be a 3-4-3-as Diamond felállásnál a legjobb CDM-ek, a legOP-bb, legidegesítőbb CDM-ek közé tartozik Petit. Partey, itt van egyébként, nekem is megvan Partey, nem tudom, hogy kell kiejteni a nevét. Ó, kétszer is megvan, nagyszerű. Ő is egy nagyon irritáló védő, illetve a CDM, és még ide lehet sorolni Vidalt is, Arturo Vidalt. Ez a három szerintem a legidegesítőbb CDM 3-4-3 Diamond felállásba. Esetleg még a scoutingos Ndombélé, mert egyszer játszottam ellene, és hát hogy mondjam, nem kicsit felbaszott. Elem pozícióban van egy Douglas Costám, akit le akarok majd cserélni egy ikon pirésre, de hát ugyebár ez csak akkor fog megvalósulni, hogyha ki fogom egyáltalán tudni szedni. Szóval, ja, de igazából Douglas Costával nincsen nagyon bajom, néha azért szokott rugni érdekeseket, de jó játékos, tehát longshotokat is szokott rugni. Igazából nincsen bajom vele.
Eren pozícióban van nekem a, én szerintem a legjobb játékos. Tehát ez a Tolisso, ez valami brutális. Sokak szerint Erenbe van Alessandrini, van Gareth Bale, van Okocha, meg van még mit tudom én, hogy ki, és ők a legjobbak, de én szerintem Tolisso az valami olyan brutálisan kegyetlen jó, hogy beszará. Én szerintem a legjobb játékos. Statisztikái az, hát brutálisak, tehát a legkisebb statisztikája 92, és ez a free kick. Az pedig nem ő végzi, szóval tök mindegy. Nagyon jó ez a játékos, mindenkinek ajánlani tudom. Can pozícióban van a jelenlegi legnagyobb ratingű játékosom, Kaká. Hát ugye őt már 100-osra felfejlesztettem, most már csak rank up-olni kéne, de nincsen 95-ös játékosom, akit tudnék felhasználni. Igazából Kaká az jó játékos, őt is megéri fejleszteni, én azt mondom. Dele Alli az láthatjátok, én nem fejlesztettem konkrétan semennyit, 81-es az alap Dele Alli, tehát Kakát azt, aki kiszedte, azt szerintem kezdje el fejleszteni. Rank up-hoz nem kell duplikét, könnyű fejleszteni, hogyha van EOE XP-d, közben elindult egy Liga Tournament. LV pozícióba Mobile Master Cristiano Ronaldo van. Ő egy csalódás, azt kell, hogy mondjam. Igazából jól lő, tehát azzal nincsen semmi baj. Illetve van, amikor ő is érdekeseket szokott lőni. Viszont valamit nagyon elcsesztek rajta. Egyrészt passz, tehát a passzokat azt kiemelném, hogy az ő passzai ritka szarok. Akárhányszor passzolok vele, a játékosom mögé, vagy pontatlanul, vagy nem, tehát passzolni egyáltalán nem lehet vele, márpedig elég fontos tulajdonság az LV pozíción lévő játékosnak a passzolás, mert hát ugyebár eléggé kirak a pályaszélére a játék, és onnan, hogyha jót akarsz magadnak, akkor passzolsz, de mindegy. Na, a csatárom az egy friss játékos, eddig Inzaghi volt, de lecseréltem Shane Longra. Igazából Inzaghi az egy rendkívül jó játékos volt az utolsó frissítésig, mert hát az utolsó frissítés óta így valahogy nem igazán jött össze vele semmi. Szóval gondoltam, lecserélem, úgyhogy megvettem ezt az embert, és láthatjátok a statisztikák alapján, hogy valami brutális játékosról van szó. Igazából még nem sokszor játszott, és hát azt hiszem 3 meccset játszottam eddig vele, de nem rossz, tehát eddig úgy néz ki, hogy nem fölösleges pénzkidobás volt. Utolsó játékosom RV-be egy Lens van. Az a helyzet, hogy ő is 90-es base játékos, tehát őt is inkább rank up-hoz kéne tartogatni, de egyenlőre nem igazán van senki, akivel tudnám helyettesíteni. Ezt a VS attakos játékost, akit majd meg lehet ingyen szerezni, majd megnézem, hogy milyen, aztán ki tudja még mi lesz. Aztán Cavaleiro, aztán ő van RV-ben, nem tudom pontosan. Meglátjuk. Egyébként Lens az, ő is egy jó játékos. A Pogbás, illetve a Stepanenkós kampányok végigvitelét leginkább neki köszönhetem, szóval megéri, őt is megéri egyébként húzni, hogyha nem akarjátok rankába rakni. Na de most nézzünk egy meccset, egyébként itt van teljes egészében a csapat. Nem rossz, szerintem nem rossz, lehetne jobb is, de elég sok pénzt elcsesztem már ebben a szezonban a fölöslegesen. Szóval így jártam igazából. Nézzünk egy VS attak meccset, most nem fogjuk tudni letesztelni nagyon a védőket, a kapust, illetve Tolissót sem, mert nem nagyon kap Erem pozíción sok labdát, de hát ez már a VS attak hibája. Na nézzük, elindult a meccs, Shane Long kirúgja, és már is ő kap lehetőséget. Nagyon gyors játékosról beszélünk, első gólt be is rúgta. Itt van megint kirakott szélre minket Ronaldóval, és egyszerűen passz nélkül nem nagyon lehet megjátszani rendesen a labdát. Ramos tapad a labdára, nem lehet elvinni mellette. Hát jó, Lens berúgja, nagyszerű. 2-2 az állás, nem nagyon tetszik nekem. Egyébként nézd meg Ramos, és csak itt tapad a labdára szok konkrétan. És hát a frissítés óta, amióta a VS adtak úgymond nagyjából megújult, esküszöm nektek, hogy a nagyobb ellenfelek ellen könnyebb a játék, mint a kisebbek ellen.
egy csomó 110-es játékost levertem már, viszont egy csomó 105 alattitól meg kikaptam, tehát ez azért mindent elárul szerintem. Hát ez gyönyörű volt. Rugni kell, szerintem is rugni kell a szögletet. Long, ott kicserez mindenkit, és mi ez? Mit véd? Hagyjuk már, tesó. Azt be kéne fejelni, Szilva. Utolsó lehetőségünk, egy great chance, annak viszont örülök, és Shane Long berúgja. A kérdés, hogy a játék adott az ellenfelemnek így a meccs végé után lehetőséget, és nem adott, ez viszont egy nagyszerű hír. Megnyertük a meccset. 610, majdnem 611 ezer fanunk van jelenleg, amivel itt így kb. A 2000. hely környékén vagyunk. 1724. helyen vagyunk. Na, hát srácok, ez lett volna a csapat bemutatós videóm, remélem, hogy tetszett, hogyha igen, akkor lájkoljátok, és tényleg megpróbálok jönni újabb videókkal most már. Van egy pár ötletem, igaz, hogy most jelen pillanatban még nem bírom megvalósítani, de amint sikerülni fog, egyből elkészítem belőle a videót, szóval iratkozzatok fel a csatornámra, hogy értesítést kapjatok az újabb videókról. Sziasztok!